Köszöntöm nézőinket! Elérkezett az év vége, és ilyenkor érdemes talán egy picikét összegezni az elmúlt esztendőt, ami azt gondolom, hogy nem volt egyszerű az iskolások számára. Megkértem a beszélgetése Halvax Juliannát, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanítóját, a Talentum Műhely alapítóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves nézőket. Bizony nem egy egyszerű éven vagyunk túl, és azt hiszem az alsósok számára különösen nehéz volt, illetőleg a tanítók számára is ez az időszak. Hogyan összegeznéd röviden, hogyan tekintsünk vissza a tesztemüvegeden keresztül az elmúlt évre? Mivel ez már a második leállás volt, ugye az első, az első leállás az előző tanévben történt, äh, első körben az volt a cél, hogy újra visszarendezzük a sorainkat, és újra közösségé építsük uh -huh. azt a társaságot, akik visszajöttek az otthon tanulásból. Nagyon nagy különbözőségeket láttam a gyerekeknél, hiszen volt, aki mellé tényleg nagyon jól ott, ott tudtak lenni a szülők, nagyon leültek mellé, és fejlesztették, segítették, támogatták, de sajnos előfordult olyan is, hogy a szülők dolgoztak, nem tudtak annyira odafigyelni a gyerekekre, nem csak a saját osztályomban, hanem általánosságban látom ezt, és őnekik bizony nagyon nagy lemaradásuk lett. Úgyhogy elég rendesen kinyílt ez az olló, gyakran kellett differenciálni, amikor visszaérkeztünk az online oktatásról, hiszen minden kisgyereknek a képességeihez képest kellett a tanítást, fejlesztést megadni. Akik gyengébbek voltak, őnek korepetálást, akik gyorsabbak voltak, őnek plusz feladatot, úgyhogy nem volt könnyű feladat se a gyerekeknek újra visszaszokni ebbe a közegbe, se a tanítóknak megoldani ezt a, ezt a problémát. És gondolom, hogy nagyon-nagyon hiányzott tényleg a gyerekeknek a közösség. Igen, nagyon hiányzott nekik, és tényleg próbáltunk azzal foglalkozni leginkább, hogy minél inkább összeszoktassuk újra a gyerekeket, és próbáljunk olyan feladatokat adni nekik, játékos feladatokat, amivel még jobban megismerhetik egymást, hiszen az én másodikasaim szinte csak egy fél évet voltak velem az iskolában, úgyhogy tényleg szinte újra kellett építeni az egész közösséget. De mellette nagyon fontos volt az, hogy az alapkészségeket, képességeket el tudjuk sajátítatni mindenkivel, hiszen azért az iskola mégiscsak azért van, hogy fejlődjenek a gyerekek, ezek a képességek, készségek kialakuljanak, és az alap műveletek vagy az alap olvasás, írási készség azért kialakuljon minden kis gyerekben, mire vége lesz a tanévnek. És most vége van a tanévnek, és adódik a kérdés, hogy főként egy ilyen nehezebb időszak után nyilvánvalóan azért a szülők szoronganak, félnek attól, hogy a gyerek szeptemberre ezeket a készségeket elveszti, stb. És sokan gondolkodnak abban, hogy bizony elő kell, hogy kerüljenek a tankönyvek a nyári szünet alatt, akár kijelölnek egy időpontot, hogy délelőttönként mondjuk 11-től 12-ig olvasni kell, számolni kell, stb. Miéről a véleményed? Kerüljenek elő a tankönyvek nyáron az gyerekeknél? Nos, általánosságban azt szoktam mondani, hogy ne. Tehát nem tanulunk, szünet van, pihenjenek, regenerálódjanak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy a szünetben a szülőfelelőssége az, hogy az élmények és a kötelességnek a megfelelő egyensúlya hmm. meglegyen. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy egy Fizikai fáradtságot egy éjszak alatt ki tudunk pihenni, a szellemi fáradtsághoz azért több kell, mire az idegrendszer regenerálódik. Ezek a gyerekek tényleg elfáradtak szellemileg, már csak azért is, mert amíg online időszak volt, az alatt folyamatosan a gép előtt kellett ülniük, és ez tényleg megterhelő egy ilyen fiatal szervezetnek. Én azt gondolom, hogy a júniust mindenképpen a pihenéssel, regenerálódással töltsék a gyerekek hadalúgyon addig, ameddig akar. Hadd legyen semmit tevős napja, hadd pihenjen, had bóklászon csak, amíg a tudatalattia feldolgozza ezt az egészet. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy hogy adjunk nekik legalább július elejéig egy kis időt. És akkor júliusban azért a kötelesség már jöjjön elő. Na most én nem arra gondolok, hogy oldalakon keresztül uh -huh. írjon, másoljon, szorzótáblát gyakoroljon, hanem arra gondolok, hogy legyen valami feladata a gyereknek. Ezt össze lehet kötni, fejtsen borsót akár a nagymamával, Aha. számolják meg hány borsó szem van abban a hüvelyben, vagy vagy babot fejteni, vagy segítsen csak a házi munkában, hány lépcső volt lemenni. És hogyha ötször lemegyek, akkor az mennyi volt azon az adott uh -huh. napon? Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokban be lehet kreatívan csempészni a tanulást, úgy, hogy nem mondjuk ki azt a szót, mert ez ilyen szitok szó a gyerekeknél. Én úgy gondolom a nyári, nyári szünetben. Viszont az olvasást én nagyon-nagyon Kérem a gyerekektől, Aha. az saját osztályomban adtam is nekik olvasás kihívást, ami egy kicsit változatosabbá teszi. Egy olyan papírt kaptak, hogy hol, kinek, mikor olvassanak. Például a fatetején, a nagymamának telefonon keresztül, Aha. a kisállatodnak. Tehát ilyen feladatokat kaptak, mondjuk 5 percig a fürdőkádban a strandon, és még sorolhatnánk ilyen játékosan. játékosan, és ehhez, ugye kértem a szülők segítségét is, kuponokat lehet lehetetsz, ha ötöt megcsináltál, akkor itt egy kupon választhatsz belőle, és mondjuk elvisznek fagyizni, vagy elvisznek egyet bobozni, vagy bármi, uh -huh. és a szülők ebben partnerek, hiszen látják, hogy ezzel próbálom motiválni a gyerekeket, és még sincsen annyira tanulás szaga ennek az egésznek. És ami még nagyon-nagyon fontos, úgy gondolom, hogy nyáron is legyen napirendje a gyerekeknek. Tehát ne hagyjuk, hogy szétfoljon a nap, hiszen, hogyha ha a fél délelőtt gépezéssel, ne agyisten, csak tévénézéssel telik, akkor a gyermek nem fog úgy fel lélegezni az iskolára, és újra fit erővel és erőbedobással elkezdeni a következő tanévet, hiszen azt csinálta, amit kétszer is az online időszak alatt. Én mindenképpen redukálnám ezt. Nem mondom, hogy Teljesen uh, tiltsuk meg a gyerekektől, hiszen nem lenne fel, hogy tanulási időben használhattam, amikor Most meg játszanék, akkor nem. pedig egyáltalán nem. Tehát én azt gondolom, hogy engedjük nekik a tévét is, lehet tabletot is. Vannak olyan játékok, amik tényleg fejlesztő hatásúak. Tessék egy kicsit a szülőknek utána nézni, illetve a tévéműsoroknál is, hogy mi az, ami belefér még, mi az, ami nem. Tehát ne kontrollálatlanul, de hagyjuk nekik, hogy valamennyit hadd játszanak. Ami a másik nagyon fontos, hogy menjenek táborokba a gyerekek. Én azt gondolom, hogy uh, ezek után, a leállások után nagyon fontos, hogy együtt legyenek a gyerekek, minél többet játszanak, és ne online, ne géppel, hanem tényleg valódi kapcsolatok szülessenek, számháborúzzanak tanuljanak táblajátékokat, kézműveskedjenek, fedezzék fel a környező világot. Tehát én azt gondolom, hogy annyi tábor lehetőség van itt Sopron uh -huh. környékén is, hogy amennyiben a szülőknek a pénztárcája ezt engedi, mert érthető, hogy sokaknál ez nem valósulhat meg, próbálják meg a gyerekeket minél inkább közösségbe küldeni, hiszen ezzel tudnak a legtöbbet segíteni nekik. És mi alapján válaszunk tábort mondjuk az alsós gyermekünknek? Mit tegyünk a mérlegbe? Hiszen tényleg, amit mondtál, hogy annyira sokszínű a tábor kínálat, hogy lefedi tulajdonképpen a tevékenységeknek hihetetlen széles palettáját. Le lehet ez mondjuk sport, művészeti tábor, és egy csomó minden egyéb. Úgy hiszem, hogy ismerni kell a saját gyermekünket. Tehát én a kisfiamat biztos, hogy nem fogom focistáborba küldeni, mert nem ilyenek a képességei, de tudom, hogy mi az, ami érdekli őt. Tehát, hogyha a szülő tudja, hogy mit szeret a gyermeke, milyen a habitusa, nyugodtabb, vagy pörgős, és kell neki folyamatosan a mozgás, olyan tábort válaszol. Tehát van olyan kisgyerek, aki inkább elődögél egy táblajáték fölött, és, és eljátszik a társaival, és van olyan kisgyerek, aki meg 30 kilométert akar egy nap gyalogolni. Tehát keressük meg a neki való tábort. És a gyereket mennyire merjük esetleg a komfortzónájából kiemelni? Arra gondolok, hogy mondjuk direkt elküldjük egy kicsit olyan művészeti jellegű táborba, ahol alkotnak, holott a gyerek eddig ilyenfajta affinitást nem mutatott, de éppen azt szeretnénk, hogy egy kicsit ez is kibontakozzon belőle. Ez egy veszélyes Aha. közeg. Én úgy gondolom, Fejlesztő, tehetségfejlesztő pedagógusként, hogy nagyon kell ismerni a gyereket, hogy hogyan fog erre reagálni, mert lehet, hogy pont az ellenkező hatást fogjuk elérni. Meg lehet próbálni, mondjuk ilyen egy-két napos workshopokat már hirdetnek, mondjuk művészeti területen is, hogyha az már tetszik neki, akkor elmehetünk a tábor felé. De ugye azt nem akarja senki, hogy egy hétig a gyerek sírva menjen a táborba, Persze. hogy ő neki aztán ez nagyon-nagyon nem tetszik. Te is csinálsz táborokat nyáron, mesélj egy picit erről a tábor, ugye a Talentum műhely keretén belül. Te mire helyezed a hangsúlyt? Mi mindent kínálsz a táborban, hogy a gyerekek élményekkel gazdagodjanak? kolléganőmmel Szabó Darida Ágnessel, barátnőmmel együtt csináljuk ezt a tábort a Talentum műhelyben. Ő a kézműves területen nagyon otthon uh -huh. van, én pedig ugye a táblajátékok, logikai játékok területén vagyok inkább otthon. Úgyhogy azt találtuk ki, most már több éve, hogy játéktábort szervezünk, ahol tényleg a játék a cél, uh -huh. az a közös játék és a fejlődés. Nem zseni gyerekeket várunk ide, akik majd sakkozni fognak pontosan ezért mondjuk sakkot pont nem, fog, nem tanítok a gyerekeknek, hanem rengetegféle logikai, stratégiai játékot tanulunk, amihez le tudnak ülni otthon is. Legtöbb az két személyes játék, pontosan azért, hogy anyával, apával, tesóval, nagyszülővel le tudjon ülni. Meg tudja tanítani a gyerek a szüleinek, hiszen viszonylag egyszerű alapoktól kezdjük. Aztán később már a játékos logika műhelyben, hogyha van kedvük, akkor jöhetnek, és egy kicsit magasabb szinten is foglalkozhatnak ezekkel a játékokkal. Illetve rengeteg drámapedagógiai játékot uh -huh. játszunk, amiben kiélhetik a gyerekek azokat a szorongásaikat, amik akár az évközben történtek, vagy az online időszak folyamán történtek. Most nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy hogy egy kicsit érezzék azt, hogy talán minden visszazökkent a régi kerékvágásba. Sok kisgyereken látom, hogy hát ilyen hipohandriás tüneteket produkálnak uh -huh. már, félnek mindentől, mert ó, megbetegszek tőle. Tehát Ezt szeretnénk egy kicsit ki venni a fejükből, és legyenek koszosak, legyenek szutykossak, barangoljanak a botanikus kertben, ugye mi nekünk ott van a, a törzshelyünk, és ott játszunk a gyerekekkel, számháborúzzanak, vízipisztoly csatázzanak, érezzék jól magukat, és egy, egy feltöltődés legyen nekik tényleg a nyári szünet, hiszen egyrészt ki tudja, mit hoz a jövő, másrészt pedig a, a tanévet kezdjék el úgy, hogy, hogy, egy, egy fizikai és szellemi kipihentséggel álljanak neki majd az új tanévnek, hiszen akkor tudnak a tudásukhoz miért jobban legjobban teljesíteni. Hát én nagyon szépen köszönöm a sok információt, hasznos tanácsot neked, és akkor nagyon szép nyarat kívánok, meg jó hangulatú, kellemes táborokat. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért mai mozaik című adásunkba, viszontlátásra!